Köszöntöm Önöket újra itt a szerda este, a Sopron TV heti rendszerességgel jelentkező magazinja. Tartsanak velünk, nézzük mai témáinkat! Szkárbáncia. Tárgyak egy letűnt korból. Vasfüggöny Múzeum Fertőrákoson. Hölgyválasz. Férfi könnyek. Mennyire mutatják ki érzelmeiket az erősebbik nem képviselői? A hét témája 11. Tündérfesztivál. Új időpontban és számos újdonsággal lepi meg a családokat Sopron legtündéribb rendezvénye. A szervezővel, Szekeres Krisztával beszélgetünk. A fertőrákosiak emlékeiben mind a mai napig él az az időszak, amikor a település határában ott húzódott a vasfüggöny. Csapó Imre egykori határőr tiszthelyettes ennek szellemiségében, barátai unszolására, párját ritkító magángyűjteményéből életre hívta a Fertőrákosi Vasfüggöny Múzeumot. A tálatban az érdeklődők nem csupán a határzár működő szeletét nézhetik meg, de katonai tárgyak és árulkodó fotográfiák által átfogó képet kaphatnak a történelmünk e korszakáról. Szkárbáncia című rovatunkban Csapó Imre Múzeumának legérdekesebb darabjait mutatjuk be. Fertőrákos közepén egy kurta szakaszon még áll a vasfüggöny. A zord küllemű, szigorú kerítés azonban már nincs szolgálatban, ahogy a mellette tornyosuló katonai magas les sem. Ezek a grandiózus momentumok már nem a határ sérthetetlenségére vigyáznak, hanem egy letűnt kor keserédes történelmét idézik meg. Ezek a tárgyak sok egyéb hajdan volt honvédségi eszközzel karöltve a Fertőrákosi Vasfüggöny Múzeumban pihennek. A határmenti településen élő emberek emlékeiben mindmáig él az az időszak, amikor a közelükben felhúzott szigorú határzár még ketté szakította Európát. A tárlatot Csapó Imre hívta életre a magángyűjteményével, 9 esztendővel ezelőtt a Pán-Európai Piknik 20. évfordulójára. Alapvetően nem úgy indult a dolog, hogy egy múzeumot csinálok, vagy létesítek, hanem egyes darabokat próbáltam összegyűjteni, hát eredetileg csak úgy magamnak emléknek, és hát egyre több gyűlt össze, és hát a barátok, kollégák unszolására létesítettem ezt a múzeumot, tudnélik annyi minden jött már össze, hogy hát nem csak nekem kellett azt nézegetni, hanem úgy gondoltam, hogy közszemlére bocsátom. Az egykori határőr leginkább arra büszke, hogy a múzeumában számos ritkaság is helyet kapott. Ilyen az S100-as elektromos jelzőrendszer, amelyből az egyetlen még működő tekinthető meg Fertőrákoson. Ennek az volt a funkciója, hogy ha valaki átment ezen a kerítésen, akkor valamilyen jelzést adjon, hogy ugye a határőrök tudjanak róla, hogy itt valaki próbálkozott ugye, láthatolással. Ennek többféle variáció voltak, ha elvágták a drótot, akkor is jelzett, ha összeért a két drót, amit most tudok szimbolizálni, mivel egyedül az országban, amelyik működik is, vagy napig is, tehát ha összeér a drót, akkor is. Tehát ilyen hangot adott. Akkor, ha lekötötték például, és a lekötött drótnak az ellenállása nem egyezett meg ennek a drótnak az ellenállásában, azt is tudta jelezni. A tárlat pikantériáját az adja, hogy a közelben fekszik az egyedülálló terepviszonyokat felvonultató Fertőtó. Ebből kifolyólag nemzetközi szinten is ritkaságnak számító vízi járművek tekintélyes alkatrészei is szerepelnek a kiállításon. Mivel Fertőrákosnak vízi határszakasza is volt, tehát azt is kellett őrizni, ott közlekedni kellett a vizen, és különböző csónakmotorok voltak, azok közül az egyik ez a úgynevezett kovács motor, vagy rocsó motor. Egyébként üzemképesen hoztam ide, valószínű, hogy szintén még üzemképessé lehetne tenni. Hát ennek az volt a tulajdonsága, jó tulajdonsága, főleg ez a hosszanti úgynevezett söprű hajtás, ami azt eredményezte, hogy akkora vízbe
ami a csigát ellepte, már tudott üzemelni. Az ilyen erőforrással hajtott, mint egy 6 méteres hajók azonban csak árnyékai voltak a sokkal korszerűbb amfibiáknak, amelyek vizen, jégen, havon és ritkás nádon is megállták a helyüket. A legendás járművekből csupán 4 darab érkezett az országba. Ezek kivétel nélkül a Fertőtavon szolgáltak. A tárlat keretében a légcsavarja mellett meg annyi árulkodó fotó is megtekinthető a gyönyörű szerkezetről. A múzeum egyik éke az egykori köztársasági elnök Göncz Árpád által a helyi határőröknek adományozott zászló, de rengeteg más érdekesség is megtekinthető ott. Például határőr egyenruhák, fegyverek és egy tabló, amelyen határsértési kísérletek láthatók. Azonban nem ez az ide látogatók kedvence, hanem egy makett, amely tökéletes részletességgel ábrázolja az egykor volt határsávot. Kétféle vasfüggöny létezett. Korábban volt az ünnezett aknamezős vasfüggöny, aminek itt látható egyik makettja. Ez a berendezés, ez az osztrák-magyar határon térképen látni, a kövektől mindegy 10-20 méterre húzódott, és követte a határnak a körbületeit, és mindegy a 350 km hosszúságú volt. Ugyan régen a vasfüggönyön szinte senki sem jutott át, az azt bemutató múzeumnak gyorsan elterjedt a híre messze földre is. Fertő Rákosra érkeznek érdeklődők Svájcból, Németországból és a távol-keletről egyaránt.